Lelkész, templomépítő és botanikus is volt egy személyben az 1869-ben Óbecsén született Kovács Huszka Ferenc. Az életét és munkásságát bemutató kisfilmet csütörtökön mutatták be Óbecsén a Tán emlékházban. Becsei Bence már korábban is látta a filmet, neki a pásztortáska nevű gyom és gyógynövény volt különösen érdekes. Régen az a pásztortáskával a szüleim, a mamám, a dédtatám, régen azzal játszották, hogy szeret, nem szeret. És akkor én is kipróbáltam, és elég érdekes az, hogy lehet azzal játszani. Bátyának, Hunornak egészen más ragadta meg a figyelmét. Számomra legérdekesebb volt a herbárium, mert nekünk az iskolában is kellett csinálni, de hogy 1500 növényből álló herbáriumot én még sose hallottam. A korabeli tudósítások szerint Kovács Huszka Ferencé volt a történelmi Magyarország legszebb és leggazdagabb magántulajdonban lévő herbáriuma. Tudományos munkássága mellett a közösségért is sokat tett. Egyre többen vagyunk, akik nagyon fontosnak tartják, hogy úgymond tárgyi emlékeket állítsunk ezeknek a közösségteremtő, ebben az esetben templomépítő, tudományos munkát végző nagy elődeinknek, példaképeinknek. Az Ökobecse Polgári Egyesület 2016-ban jegyeztette be a Vajdasági Magyar Értéktárba kulturális örökségként Kovács Huszka Ferencet, és munkásságát filmre is vitték. Kis Zoltán, az Egyesület elnöke az interneten találkozott először a nevével, ezután kezdte el kutatni az életét. 40 éven keresztül gyűjtötte a növényeket, rendszerezte, és küldte szét a nagyvilágban neves botanikusoknak és intézményeknek, viszont az rosszul érintett, hogy manapság nem is tudnak róla. Sokan nem is tudják, hogy például az alsóvárosi templomot az ő közbenjárásával építették, és ez ösztönzött arra, hogy hát egy kicsit próbáljam előhozni az ő életművét. A film elkészítését a Magyar Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsága támogatta.